takarónőnyek használata a gyomszabályzásra. Ennek az apropója az volt, hogy ugye már korábban rengeteget beszélgettünk gazdálkodók, hogy a takarónövény technológiából mi az, ami a leginkább problémás számukra, és kettő dolog volt, ami mindenképpen kiemelkedett. Egyik az, hogy a takarónövények hogyan hasznosítják a vizet, illetve hogyan hatnak a talajnak a vízháztartására. A másik pedig az, hogy a gyomszabályozási növényvédelmi kérdéseket hogyan lehet ezekkel megoldani. A Facebook oldalunkon nemrég közzétett szavazás is ezt erősíti alá, tehát a szavazóknak több mint a 35%-a arra szavaz, hogy a leginkább kérdéses, vagy leginkább kétséges eleme a takarónövény technológiának az, hogy a gyomszabályozásban ezek hogyan használhatóak. Az előadásunkat kettő témakör köré fogjuk felépíteni. Amelyek gyakorlatilag ketté is osztják az előadásunkat. Az egyik az, hogy hogyan nyomhatják el a takarónövények a gyomokat, tehát milyen olyan természetes tulajdonságaik vannak ezeknek a köztes növényeknek, amelyekkel harcolhatnak a gyomok ellen. A második részben pedig azt tárgyaljuk meg, hogy mi gazdálkodók hogyan segíthetünk azon, hogy ezt a tulajdonságokat a takarónövények még jobban ki tudják használni. Ez körülbelül fele-fele arányban fogja osztani az előadásunkat. A mostani gyomszabályozási módszereket, hogyha megpróbáljuk felosztani, akkor beszélhetünk a gyors és nagy hatásspektrumú stratégiákról, ugye a gyomirtószerek alkalmazása, a talajművelés, kaszálás vagy zúzás. Vannak kisebb hatású módszerek, amikor a megfelelő növénygenetikát választjuk ki a főnövényünknek, a sortávolságot beállítjuk, az állomány sűrűségéről döntünk, a tápanyagellátási stratégiával is lehet ugye gyomokat szabályozni, valamint a szármaradvány hasznosításával is. Van ezek között egy középső kategória, amelyek a nagyobb hatású, ugyanakkor lassabb szabályozókat foglalják össze. Ilyen az, hogy a vetésforgónkat hogy állítjuk össze, hogy ez egy több éves projekt, a vetés dátumát hogyan választjuk meg az egyes főnövényeinknél, illetve a takarónövények is ebbe a középső kategóriába tartozhatnak, tehát hatásos, de lassabb gyomszabályozó eszközök lehetnek számunkra a takarónövények. Rengeteg kérdés érkezett aprószulák, illetve tarack és egyéb más évelő, illetve újrahajtó növényekkel kapcsolatban. Ebben a részben, a mostani előadásban az egyéves gyomnövényekre fogunk főleg kitérni. Megpróbálok szót ejteni arról is, hogy mondjuk egy évelő gyom ellen miket lehet használni. Illetve a másik nagyon komoly slágerkérdés az volt, hogy gyümölcsösökben, szőlősökben, egyéb ültetvényekben hogyan lehet ezt használni. Úgyhogy ezekről is fogunk ejteni legalább egy diányi szót. Tervezünk egy következő adást, ahol egy kicsit majd az évelő gyom problémákat is körbe tudjuk járni, most inkább csak az egyévesekre fogunk fókuszálni. Ugye egy egyéves gyomnövény életciklusa így néz ki, amíg a talajban lévő magkészletből a csírázáson keresztül eljut egészen odáig, hogy magot tudjon hozni. A baloldali oszlopban látják felsorolva, hogy milyen kontrollálási, vagy milyen beavatkozási módszerek vannak, hogyan tudjuk a gyomnövénynek a csírázását, növekedését, fejlődését, maghozását kontrollálni. Ja, ezek eléggé egyértelmű csoportosítások. A mostani előadást viszont a takarónövények szempontjából építettük fel, emiatt a takarónövénynek az életciklusa mentén fogunk haladni, tehát igazából kettő részre osztva az, hogy a takarónövény az élete során hogyan kontrollálhatja a gyomokat, valamint utána, hogy a köztes növény állománynak az elpusztítása után milyen hatásokra számíthatunk. Amikor a takarónövény él és virul az állományunk, akkor ugye a versengéssel tudja. Egyrészt kontrollálni, valamint az allelopátiával, emellett tudja gátolni a csírázásgátlást, valamint a talaj mikrobiális összetételét meg tudja változtatni. Amikor pedig a köztes növény állományokat elpusztítjuk, akkor ugye egyrészt a maradványok fizikailag, tehát a mulcs hatással blokkolják a gyomnövények fejlődését, élőhelyet biztosíthatnak azok természetes ellenségeinek, illetve a lebontásuk megkötheti a talajban lévő nitrogént, valamint maga a takarónövény kontrollja is egyben gyomszabályozási kontrollt is jelent. Úgyhogy emellett a két, tehát a takarónövény élete, a takarónövény elpusztítása utáni hatásokon fogunk végigmenni. A takarónövény életciklus alatt kifejtett egyik legfontosabb hatás, és talán a legnagyobb spektrumú hatás a versengés. Amikor a fényért, a tápanyagokért és a vízért folytatott versenyben egy életerős takarónövény versenyez a gyomnövényünkkel, ez az akár 80-100%-kal csökkentheti a gyomok növekedését és fejlődését. Ugye a levélfelület elzáródása elveszi a fényt a gyom elől, ilyen például a pohánkánál, a szikikendernél vagy a tehénborsónál, valamint a fűféléknek, a szudáni fűnek, kölesnek, zabnak, rozsnak, a sűrű gyökérzete pedig annyira átszövi a talajt, hogy azok hamarabb jutnak hozzá az értékes táplálékhoz, illetve a nedvességhez. A képen egy állóbúzába vetett
olajretek, illetve rozs keveréke látható szépen, tehát látjuk, hogy milyen kevés fény jut a talajra, illetve hogy milyen vastagon borítják még a búzának a maradványai a talaj, tehát itt igazából gyomnövény csírázásnak nem nagyon tud indulni. Másik képen pedig egy durumbúzába vetett takarónövény állományt, sorköztakaró növény állományt látunk éppen. Amit érdemes tudni, hogy a herefélék azok általában lassabban fejlődnek, viszont cserébe nagyon jól el tudják viselni az árnyékot, ezért azok igazából a sor közben lehetnek kiváló növények, például egy szélesebb sortávú, tehát egy kukorica sortávnál nagyon jók lehetnek. Természetesen meg kell oldanunk ilyenkor a takarónövénynek a bevetését, amelyek ugye külön technológiát igényelnek, mutatok majd erről képet, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. A regisztráció során érkezett egy olyan kérdés, hogy rendben van, hogy a takarónövényünk elnyomja a gyomokat, de nem nyomja el ezzel együtt a főnövényeket is. Ki fogunk erre térni, hogy természetesen a takarónövénynek a hatásai nem szelektívek, tehát nem csak a gyomokra igazak, hanem ugyanúgy igazak a főnövényre is, úgyhogy jól kell megválasztunk. Tehát például ez a kukorica sorköztakarás, amit itt megvalósítottak, ez nyilván valahogy, hogyha rossz időpontban, rossz technológiával lenne elvetve, akkor a kukoricának a növekedését is hátráltatná, nem pedig csak a gyomokét. Ebből tehát ugye következik az is, hogy nem elég csak az, hogy a rendben van takarónövényt szeretnénk használni, mert a technológia megválasztása is különösen fontos lesz. A tegnapi előadást kiegészítettem néhány képpel, ugyanis sok kérdés volt arról, hogy a különböző gyümölcsösök, szőlőültetvények sor közét mivel lehet takarni. Igazából, ahogy felírtam, nagyon-nagyon sok növénye. Tehát itt például egy diósban éppen mustárt látunk összes tevénynek. Itt ez éppen egy őszi árpa növekszik a szőlősben, ez egy bíborhere takaró növény egy másik szőlőültetvényben. Az alábbi növények biztos, tehát a mustár, az árpa, a bíborhere, olaszperje, akár a lóba, a fehérhere, ezek mind-mind tökéletes takarónövények lehetnek gyümölcsösök, illetve ültetvények sor közébe. Amire itt ügyelnünk kell, hogy ugye, hogyha megfelelő kontrollt tudjunk mindig alkalmazni, tehát pláne, hogyha évelőt választunk, akkor annak például a kaszálása annak legyen megoldható, tehát olyan rendelkezünk azzal a szükséges technológiával. Itt is lehet természetesen többféle keveréket összeállítani, tehát olyat, ami jobban csírázik, inkább mondjuk a jobban növekszik az árnyékban, olyan, ami jobban növekszik a sor közben, tehát elég jól lehet itt is variálgatni, erre is lehet külön keverékeket összeállítani. Ahogy beszéltük, ugye ezek a versengés a leghatékonyabb a magrókelő egyéves gyomok ellen, ezeknek a fejlődése majdnem teljesen meggátolható. Itt egy 1993-as kutatás látható, ahol a rozsmulcsnak a tömegével szemléltetjük azt, hogy az egyes növények, a sejemmájva, a libatop, a disznóparé vagy a tyúkhúr mennyire képes fejlődni a különböző rozs mulcsok alatt. Ami nagyon fontos, hogy látszik, hogy a kisebb magvú növényeket nagyon jól elnyomjuk, mondjuk a nagyobb magvú növényeket, amelyek nagyon magról szaporodnak, azokkal annyi mindent nem feltétlenül tud kezdeni, tehát mivel azok egy sokkal virulensebb, sokkal agresszívebben nekiinduló növények, ezért azok át tudnak törni akár a mulcson is, ahogy mondtam az évelő növényeknél, pedig ugye ez egy sokkal összetettebb kérdés. Itt látható szépen, hogyha viszont a rozsnak a mulcs mennyisége egy kicsit növekszik, tehát itt meg közelítjük a 10 tonna körüli hektáronkénti mulcsot, akkor látszik, hogy a kisebb magú növények majdnem szinte jobb növények elnyomhatók, és a nagyobbaknak a élettere is jelentősen csökken. Az évelő gyomok kontrollálásán ugye például kérdés, ami beérkezett hozzánk, az aprószulák kérdés volt. Erre tudományos kutatást is találtam, itt igazából kettő dolgot alkalmaztak, egyrészt a lucernának a 2-3 évenkénti, 2-3 éves termesztése, illetve kaszálás volt az egyik megoldás, másik pedig, amit az nem tudományos kutatás volt, az egy több gazdának a visszajelzés, hogy például a hajdina, vagy más néven pohánka nagyon jó az aprószulák ellen. Nyilván a hajdina egy nagyon rövid tenyészidő, még az aprószulák egy évelő növény, azonban a hajdinának a folyamatos forgatása, termesztése, takarónövény technológia keretein belül megoldást jelentett erre a dologra. A következő, ami a takarónövény élete során kifejt hatást, az az allelopátia. Az minden növény bocsát ki olyan aktív vegyületeket, vagy allelokemikáliákat szaknevükön, amelyek hatása vannak a többi növényfaj fejlődésére. És itt kell arra figyelnünk, amit említettem az előbb, hogy ugye a takarónövényeknek a gyományomó hatása az nem szelektív. Tehát az általában az képes akár a főnövényt is károsítani, hogyha rosszul csináljuk. Ilyen például, ahogy látható, egy olaszperjébe, illetve rozsba vetett kukorica ültetvény, vagy kukorica tábla, ahol a jobb oldalát elég korán elpusztították, tehát ott nincs is probléma, látszik, hogy alul ott a kis vöröses foltokban elterül a mulcs.
Látszik, hogy az olasz perje, ugye, aminek nincsen allopatikus hatás, vagy jelentős allopatikus hatása, ott a kukorica szépen fejlődik, még egy későn terminált, tehát a kukorica vetés előtt alig pár nappal, vagy talán egy héttel terminált rozsállomány. Ugye egyrészt még a rozs maga, valószínűleg a rozsnak a fizikai jelenléte is hátráltatta a kukorica kerését, valamint a rozsnak a 2-3 hétig tartó allopatikus hatása is problémát tudott okozni. Nem csak csírázásgátlás, de növekedésgátlás is van sokszor az allopatikus hatások között. Ugye a legfontosabb hatása, ahogy említettem, a rozsnál van, de a szudáni fű, a círok, a pohánka és a földben termő here is fontosak. A círoknak egy szorgalin nevű vegyülete van, ami a mitokondriális, illetve a fotoszintetikus működést gátolja. A mustárnak, illetve a reteknek, daikonreteknek, amikor ezek bomlanak, akkor a bennük lévő glükozinolát nevű vegyület allelokemikáliává alakul át. A rozsnak pedig ugye elég sok allopatikus hatás kapcsolódik hozzá. Hogyan is működik ez a gyakorlatban? Azt Matt Liebmannek a kísérlete mutatja be, ő selyemmájú magokat helyezett egyrészt simán csak egy vízes oldatba, amelyben semmilyen allelokemikália nem talált, hogy szépen látszik, hogy csírázásnak indultak a selyemmájvának a magjai, míg a 2%-os réti here oldat, tehát a vízbe 2%-os réti here kivonatot cseppentett, szépen látszik, hogy hogyan ölik el a selyemmájvának a csíráit, tehát valamelyik megindul, viszont utána abban marad, van olyan maga, ami csírázni sem tud, tehát valahogy így kell elképzelni ennek a működését. A hatások sokszor fajspecifikusak, ami azt jelenti, hogy egyes növények tolerálják más növények allelokemikáliáit, míg más allelokemikáliákra pedig kifejezetten érzékenyek. Ezt ki is használhatjuk, hogy tudjuk, hogy mi mire érzékeny. Itt van például, hogy a rozs, a disznóparé, libatobfélék, porcsinfélék, újos muhar ellen elég jól használható, az allelokemikália elég jól gátolja ezeket. A földben termőhere a hajnak a féléken lehet hatásos, a ciroknak a szorgalin nevű vegyülete pedig a palkaféléket, illetve a csillagpázsitot kontrollálhatja. Még egyszer mondom, itt figyelnünk kell arra is, hogy ez nem csak a gyomokat szelektálja, tehát egy rosszul megvalósított takarónövény technológiával a saját főnövényünket is tudjuk hátráltatni. A csírázásgátlás is egy fontos hatása az élő takarónövényeknek. Ugye a zöld levéltömegen átszűrődő fénynek a csírázásgátló hatása a fitokróm nevű fehérje működésével magyarázható. Ez a fehérje, ugye ez egy fényérzékeny fehérje, amelyen, hogyha vörös fényt érzékel, akkor beindul a csírázás, míg hogyha a vörös fényben szegény sugárzás érkezik a maghoz, akkor dormanciát idéz elő, tehát a mag még nem csírázik, hiszen azt az üzenetet kapja, hogy nem megfelel a körülmény. Ennek köszönhető az, hogy például amikor egy megfelelően sűrűn vetett daikonretek állományunk van, akkor annak a levelein átszűrődő napfény, ami éppen leér a talajra, abban ugye vörös fény elég kevés van, tehát a gyommagok egyszerűen nem kapják meg azt a jelet, hogy induljanak csírázásnak. Itt látható, hogy ez egy elég szépen miután elfagyott és elpusztult, utána is elég szép tiszta állományt biztosít, de ezt ki kell hangsúlyoznunk, hogy ez csak az ősszel csírázó gyomokkal szemben. Hiszen például vannak itt már a másik képen egy tavasszal csírázástak induló gyom látható, ott már ugye mivel nincsen megfelelő takarónövény, nincsen megfelelő mulcsfedettség, ezért az ugyanúgy megkapja azt a vörös fényt, ami a csírázásához szükséges. Tehát itt kell figyelnünk arra, hogy mi hogyan állítjuk össze a takarónövény keverékünket. Egy kifagyó, tehát egy télen elfagyó, nem fagytűrő takarónövény állomány a korán csírázástak induló növénynek nagyon-nagyon könnyen növénynek nem állhatja útját, viszont az ősszel csírázástak indulókat sikeresen gátolhatja. A mikrobiális közösségek támogatása szintén az élő viruló másodvetéseknek az egyik taktikája. A gyökéren keresztül minden növény bocsát ki olyan összetett vegyületeket a talajba, amelyek szénhidrátokat, aminósavakat és mikrobiális táplálékot tartalmaznak. Ezek pedig felépítik a saját mikrobiális kis közösségüket, tehát az egyéb kis baktériumok, gombák és más mikroszkópikus lényeknek a közösségét a gyökérnek a közvetlen közelében. Van számos kalászos, illetve pillangós növényünk serkenti a mikorhizagombák fejlődését, azokkal szimbiózist tudnak kialakítani, tehát igazából ez egy kölcsönösen előnyös kapcsolat mind a növénynek, mind a mikorhizagombáknak. Ezzel szemben vannak növények, például a disznóparéfélék, vagy a képen látható ugye, fehér libatop, tehát a libatopfélék, illetve a porcsinfélék, amelyek nem gazda növénye a mikorhizáknak, így amikor azok kolonizálják a gyökereiket, ez látható a jobb oldali képen, akkor maga a gyomnövény fejlődése lelassul, kicsit visszaveti, amikor hizák jelenléte a gyomnövényt a fejlődésben. Ez például ugye a jobb oldali képen egy kukorica társaságában fejlődő fehér libatopnak a gyökere látható, ugye a kukoricát kolonizálják, amikor hizák megpróbálják a
fehér libatopot is, azonban a fehér libatop köszöni szépen, ő ebből nem kér, és ennek így neki a növekedés gyakorlatilag ettől gyengül, és nem tudja ezt kihasználni. Ez gyakorlatilag most a haszonnövény, gyomnövény, talaj, mikroba, négyes, ennek a négy elemnek az interakciója, vegyszermentes gyomszabályozásnak az egyik legújabb területe, és ebből elég ígéretes fejlesztések várhatóak. Ez volt az a része az előadásnak, ahol a az élő takarónövényekről beszélünk, azok után azért minden takarónövénynek, ha csak nem egy évelő állományról van szó, de az évelő állományoknál is alkalmazunk valamilyen kontrollt, tehát az egyéveseket pedig mindenképpen vagy a tél, vagy pedig a mi mechanikus, vagy esetleg kémiai szabályozásunk pusztítja. Amikor elpusztulnak ezek a takarónövények, akkor egy mulcs réteg, egy maradvány réteg marad utánuk, legyen szó az elfogyásról, szárazulásról, hengerezésről. Lényeg az, hogy marad egy olyan takarónövény maradványunk, itt látható a szélső három képen, különböző fajok, különböző méretű mulcsot hagynak maguk után, amely mulcs fizikailag tudja akadályozni a gyomnövénynek a növekedését, illetve a csírázását. Ugye egyrészt a talaj felszínt árnyékolja, tehát kell, ahogy az élő takarónövénynél is, úgy itt is kevesebb vörös fény jut a talajra, nem indul be a csírázás. Másrészt hűvösen tartja, tehát nem lesz megfelelően meleg a talaj ahhoz, hogy a gyomnövény csírázástak induljon, valamint a napi talajhőmérséklet ingadozást is mérsékli, tehát kisebb lesz a legmelegebb és a leghidegebb talajhőmérsékletek közötti különbség, tehát emiatt is kevesebb gyommag pattan meg. A mulcsatás sikere természetesen függ attól, hogy milyen a takarónövényfajokat alkalmazunk, mekkora mennyiségű takarónövényünk van, azoknak milyen a minősége. Itt látható például, hogy egy daikonretek, ami egy elég jó lédús, neddús növény, elég könnyen elbomlik, az a szemben mondjuk egy facéliai zap keverékének sokkal nagyobb mennyiséget hagy maga után. Sokkal jobban intenzívebb takarja a talajt, és egy tartósabb mulcs jön létre. Valamint, hogy a kismagú egyéves gyomok a legérzékenyebbek erre a fizikai elnyomásra, az évelő nagyobb magú egyévesek, valamint az évelők azok jobban képesek ezen áttörni. Plusz ugye figyelnünk kell itt is arra, és ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen gyomnövények ellen szeretnénk védekezni. Nehogy olyan takarónövényt választunk, aminek a habitusa körülbelül, tehát a viselkedése körülbelül nagyrészt megegyezik a gyomnövénye, hiszen abból, hogy gyakorlatilag nem biztosítunk a takarónövényünknek egy versenyelőnyt, és így nem tudunk, nem biztos, hogy az effektíven tud majd versenyre kelni a gyomnövényünket. Tehát nagyon fontos nem csak az a rész, hogy megfelelő mennyiségű maradvány maradjon utána, valamint az megfelelő módon bomoljon le, hanem az is, hogy a fejlődési ritmusa a takarónövénynek legyen szó egy kifagyóról, vagy legyen szó egy tavasszal újra növekedésnek indulóról, mindenképpen eltérő legyen. Illetve ebben a szempontból az eltérő azt jelenti, hogy jobb legyen a növekedés üteme, mint a gyomnövénynek. Erre hasznos tipp lehet az, hogy nagyobb biomassa tömeg érdekében több fajt összekombinálunk, ugye itt egy kicsit az eltérő viselkedéseket is ki tudjuk egyenlíteni. Lassabb lebomlású maradvány képzőket is teszünk bele, tehát olyanok, amik kicsit magasabb, amik kicsit a szén-nitrogén arányok magasabb, tehát lassabban indulnak lebomlástok, ugye ének például a kalászosoknak a szárai azok jóval lassabban bomlanak, mint mondjuk egy daikonreteknek, vagy egy olajreteknek, vagy akár egy mustárnak a részei. Valamint arra is figyeljünk, hogy a takarónövény állományunk megfelelően fejlődjön, és megfelelő mennyiségű maradvány maradjon utána, mert ha túl kis mennyiségű maradvány marad utána, akkor gyakorlatilag az visszafelé fog elsülni, ugyanis az összes olyan hatás, ami hasznos lehet egy főnövény számára a takarónövényből, tehát az, hogy vizet tart meg, vagy az, hogy tisztán tartja a felszínt, az gyakorlatilag érvényesülni fog, de csak addig a pontig, amíg az a gyomnövénynek is kedvez. Tehát most egy kis mennyiségű, 1-2 tonna per hektár szármaradványról beszélünk, tehát hogyha egy ilyen mennyiségű szármaradványunk marad, akkor az gyakorlatilag visszatartja ugyan a vizet, meg felveszi a plusztán, meg tárolja a plusz tápanyagot a területen, de mivel túl gyenge ahhoz, vagy túl kicsi ez a mulcs ahhoz, hogy el tudja nyomni a gyomnövényünket, gyakorlatilag a gyomnövény fog ezekből az előnyökből profitálni. Szeretnék erre is mutatni egy példát. Balra egy árpa, jobbra pedig egy szöszös bükköny mulcsa látható. Szépen szemlélteti az illetőnek a keze, hogy itt milyen vastagságú és itt milyen vastagságú mulcsról beszélünk, mennyire összetett mulcsról van szó. Azonban szépen látszik, hogy itt a mulcs mennyisége, az árpánál a mulcs mennyisége nem volt elegendő. Szóval látszik, hogy a gyomok szépen feljöttek, még a szöszös bükkönynek. A szöszös bükköny után, mind a kettő után búza került elvetésre, míg a szöszös bükköny mulcsa után elég szépen gyommentesen maradt ez a tábla is. Azt szintén vegyük meg ugyanúgy figyelembe, hogy a
mulcsozott növényi maradványoknál, például a rozsnak a maradványainál, azért 2-3 hétig még az allopatikus hatásukat szintén kifejtik, tehát ezzel a, két, ezzel a 10-14 nappal tervezünk bele, hogy a vetés előtt ennyi idő legyen még ugye a takarónövényt, amikor elpusztítjuk, akkor nem áll meg azonnal, még azért valamennyi vizet fölvesz, valamennyi tápanyagot még hasznosít, természetesen az elpusztítás módjától is függ, de például egy lehengerezett növénynek is kell körülbelül még 2 hét, amíg teljesen elpusztul és a hatásai minimalizálódnak, ez az allopatikus hatásra különösen igaz például a rozs esetén. A gyommagok fogyasztói sokszor eltekintünk fölöttük és nem veszük őket figyelembe, pedig akár 50%-os magcsökkenés is okozhatnak, itt például egy gyomnövénynek a magait fogyasztják, illetve viszik el éppen a hangyák. Ugye a rákcsálók, hangyák, talajlakók itt a fő ellenségek, a talajlakó bogarak itt a fő ellenségei a magvaknak, és a takarónövények ezeknek biztosítanak élőhelyet, tehát ezáltal segítik elő ezt a takarónövény szabály, ezt a kis úgymondom ökoszisztéma beli szolgáltatást, amely szintén segít a gyomnövények szabályozásában. A terminálás, azaz a takarónövény állomány megsemmisítés az kulcsfontosságú lépés a gyomszabályozás szempontjából, hiszen ha volt egy megfelelően összerakott keverékünk, amit jó időben sikerült elvetni, kicsírázott, tökéletesen működött, szép állományunk nőtt, nem gyomosodott be, ne arra utána figyeljünk, hogy az utolsó lépést, tehát gyakorlatilag ennek az egész állománynak az elpusztítását is megfelelően végezzük el, nehogy az legyen, hogy itt az utolsó mozzanatnál hibázunk, és ezzel gyakorlatilag kárba vész, tehát kútba esik az összes eddigi előnyünk. A terminálásról egy korábbi előadásunkban volt szó, ez történhet elfogyás útján, a nem fagytűrő fagyoknál lehet leforgatás, lehet kaszálás, szárzúzás, vagy lehet a képen látható kísérleti technológia a hengerezés. A hengeredés az például évelőgyomok ellen nem olyan hatásos, a legjobban az őszi kalászos takarónövényeket, illetve a bükkönyféléket, borsóféléket lehet ezzel terminálni, de ennek is a megfelelő idejét meg kell választani. A takarónövény talajba történő segélybedolgozásánál legyünk tisztában azzal, hogy képes, látom gyorsan Borbál a kérdését, nem, én ahogy látom, ez egy bükköny, ez szerintem egy szöszös bükkönyt hengereznek éppen, jól látom a lila virágaira, nem elég jó a felbontása hozzá, szerintem ez egy bükkönyféle, amit éppen az a traktor lenyom. Tehát a takarónövényt, amikor beforgatjuk, tehát bedolgozzuk a sekélyen a talajba, akkor azt tartsuk figyelembe, hogy ez aktiválja a lebontó szervezeteket, amelyek a növényi részek feldolgozáshoz, különösen, hogyha magas szénnitrogén, tehát 30 fölötti szénnitrogén arányú maradványok is kerülnek a talajba, akkor ideiglenesen nitrogént fognak elvonni a növény elől, és ez nem csak a, tehát gyakorlatilag ez a fő növényeinket is károsíthatja. Tehát erre ezt is vegyük számításba. Ahogy azt is vegyük számításba, hogy amikor a nitrogénkötő pillangósokat nem megfelelően dolgozzuk be, nem jó időben, vagy nem megfelelő módon, akkor a belőlük felszabaduló nitrogén az ugyanúgy elérhető lesz a gyomok számára is. Tehát igazából az a két dolog, ami segíti a következő főnövényünknek a fejlődését, tehát az, hogy a vizet jobban megtartja a talajban a takarónövény, valamint a tápanyagot jobban megtartja, a figyeljünk, hogy nehogy ezek az előnyök gyakorlatilag a takarónövényeknek a zsákmányai legyenek. Terminálásra későbbiekben lesz még szó. Itt látható egy jó példa arra, hogy hogyan mind a két tábla rozs után került be kukorica. Itt látható, hogy a jobb oldali képen a terminálásnál nem sikerült tökéletesen, és a rozsnak még az utóhatása, az allopatikus hatásai még hatottak a kukoricára, ezért esett meg az, hogy ennyire rosszul néz ki ez az állomány, míg a baloldali képen egy jobban sikerült terminálás van, ott az egészségesen fejlődik tovább a növénykultúra. Ezzel értünk véget az előadásunknak az első részére, amikor azt tekintettük át, hogy a takarónövények ma kvázi természetes folyamatok során hogyan tudják ezek a gyomnövényeket elnyomni. Most pedig ejtsünk pár szót azokról a taktikákról, stratégiákról, amikkel mi segíthetünk a köztes növényeknek, hogy maximálisan kihasználják ezt a képességüket. Tehát egy körültekintően kivitelezett takarónövény technológia akár 100%-ig gyommentesen tudja tartani a területet. A rosszul kivitelezett talajtakarás, viszont akár azzal gyakorlatilag saját magunk alatt vághatjuk a fát. Röviden, tömören ezen a dián látják összefoglalva, mik azok a pontok, amik szükségesek ide. Egyrészt ugye a megfelelő takarónövény fajok kiválasztása, a keverék összeállítás, a vetés dátumának a jó megválasztása, az elpusztítás dátumának, sortávolság, vetéstechnika, magnorma, tehát ez körülbelül a vetés kategóriá alá tehetjük az egészet, valamint az a tudásunk, hogy a talaj tulajdonságait, legyen a szó pH-ról, tápanyagszolgáltató képességről, tápanyag ellátottságról, figyelembe vesszük.
Az aranyszabály félkövére kiemelve, hogy a takarónövény élete során a versengés elpusztítása után pedig a fizikai elnyomás a fő-fő-fő gyomszabályozó képessége. Ezt tartsuk szem előtt, amikor a gyomszabályozási stratégiánkat megtervezzük. A fajválasztás, faj és fajtaválasztás keverék összeállítás legyen az időjárásnak megfelelő, céljainknak megfelelő, valamint a vetésforgónkban illeszkedjen. Fontos szempont az, hogy a tenyészidő milyen hosszú, milyen a télállóság, a fejlődés, mennyire gyors a növények a fejlődése, valamint mennyire bírja az aszályt, hogyha olyan időben vetjük el, amikor egy aszálytűrő időszakban kell be, egy aszályosabb időszakban kerül be. Érdemes arra figyelni, hogy mivel ugye nem csak a tehát egyes takarónyfajokon belül a fajtáknak is lehetnek különbségei, tehát vannak már olyan olasz párjafajok is, amelyek jobban télállóak, vannak amelyek kevésbé. Ezzel is érdemes tájékozódni, nem csak azt mondjuk, hogy olasz párja, és akkor kész meg vagyunk, vagy azt mondjuk, hogy bíborhere, és köszönjük szépen, mert a bíborhere fajok között is lehet olyan, ami már jobban bírja, lehet olyan, amelyik növekedési formájában eltérő. Tehát ne vegyük ezeket sem egy kalap alá, itt is azért megindult egy olyan szintű diversifikálódás, pontosabban differenciálódás, mint ami a főnövényeknél van. Az alábbi táblázat foglalja össze, hogy a mi éghajlatunkon, és most mondom, hogy éghajlatunkon, de ugye természetesen az évjárathatástól, aktuális időjárástól függően változhat. Látjuk azt, hogy mik azok az időszakok, most ugye főleg a másodvetés időszakokat nézzük, tehát június közepe, június vége, szeptember, tehát ezt a néhány hónapot nézzük, amikor ezeket jól lehet vetni. Szépen látható, hogy mik azok a növények, amelyek elég hosszú időn keresztül vethető, például egy pohánka, a pohánkánál azonban tartsuk szem előtt, hogy ez egy elég rövid 60-65 napos tenyészidejű növény, tehát hogyha azt annak gyakorlatilag, hogyha mondjuk ez a július elején bekerül, akkor abból utána, tehát július elején bekerül, akkor augusztus végére, az már virágban megy, és utána szeptemberben már nem sok hasznát tudjuk venni, vagy ezt vegyük figyelembe, ez kb. 2 hónapig tart ki. Vannak természetesen olyan fajok, például a rozs, elég hosszan ki lehet tolni, akár novemberig, újabb kutatások szerint a szöszösbükkönynek is az éghajlatunkon már akár októberig meg lehet oldani a vetését, vagy október közepéig, végéig. Illetve láthatók, melyek azok a fajok, például a szikikender, a tehénborsó, a mungó, vagy a szudáni fű és silócirok, amelyek kifejezetten bírják azt a nyári meleget, tehát ezt a júliusi, augusztusi időt. Ebben az évben, vagy pontosabban 16-os évben, ez ugye jó időszak volt a takarónövényekre, hőmérséklet is megvolt a szükséges csapadék is, azonban nem lehet tudni, hogy most akkor nem tudhatjuk, hogy 17-ben ez milyen idő lesz. Most a 16-os év ugye sok helyen úgy nézett ki, hogy megvolt a csapadék a július-augusztus időszak folyamán, majd utána szeptemberben maradt el, tehát amikor vártunk volna egy csapadékosabbat, ezért volt az, hogy aki július végén, augusztus elején elöltötte a takarónövény állományát, annak nagyobb hogy annak komolyabb takarónövény állománya keletkezett, mint az, aki mondjuk várta amúgy csapadék biztosabb augusztus második felég szeptember elejéig, ott egy kicsit visszavetették a takarónövények fejlődését, egyrészt a szeptemberi csapadékhiány, másrészt a kicsivel hűvösebb időszak. Igen, természetesen a táblázat megkapható, majd nyomtatott formában is, meg letölthető lesz a weboldalunkról. Ez még jelenleg egy amerikai rendszer alapján készült, úgyhogy még egy kis polírozás szükséges rá, tehát kinézetre. Még egy kicsit megpróbálom majd rajta alakítani, de utána természetesen elérhető lesz a mindenki számára. Ez alapján tehát látható, hogy a nyáron lekerülő repce és az őszi gabonák után akár azonnal vethető a pohánka, a szikikender, a szudáni fő, a cirok vagy a kölestet, amiket néztünk, hogy ugye itt a július időszakban zöldsíkkal szerepelnek. A dájkonreteknél, a takarmányborsónál, mustárnál, zabnál, ugye itt van például a homokizab, zab, a mustár, a dajkonretek, ezeknél érdemesen megvárni az augusztus már közepe második fele szeptemberi, tehát azt, amikor a repcevetés indul, azt az időszakot, hiszen egy kicsit csapadék biztosabb időszakba tehetjük be a növényünket, és nagyobb valószínűséggel fog sikerülni vagy jól sikerülni az állománynak a létesítése. És ugye ami másik fontos, hogy a rozs, bükköny, illetve milyen néhány faj elég későig is kitolható ennek a vetése. Itt látható egy példa arra, hogy például egy dájkonretek hogyan reagál a különböző vetési időkre. Mint a fotó az ez egy február 15-i tavalyi fotó, és előtte évben készültek egy szeptember 15-i, október 1-i és egy november 15-i vetésnek az eredményeit láthatjuk. Szépen látszik, hogy ami szeptember 15-én lett elvetve, az február 15-re gyönyörűen elfagyott, ugye meg is nőtt, tehát látható, hogy elég jó talajfeletti zöld tömege volt, valószínűleg jó gyökértömege is van. Ami október 1-én lett, tehát egy fél hónappal később, tehát 2 héttel később lett ez elvetve.
látható, hogy a nem olyan valószínűleg kicsi föld feletti zöld tömeggel ment bele a térbe, illetve lehet, hogy a tél sem volt annyira, vagy a fagy sem volt annyira fogós, itt nem is fagyott el ez a 2 héttel később vetett retek. A november 15-i képet pedig nem az önök képernyője hibás, itt tényleg minimális vagy abszolút nincsen növényállomány, ami kijött volna. A vetőmag minősége a kulcsfontosság ugyanígy, az, hogy nagy tisztaságú legyen, legalább 80 vagy 85%-os csíraképességű, hiszen a lassú egyenetlen kelés ez hiányos állományhoz fog vezetni, és itt a versengés nem jelent majd hátrányt a gyomoknak. Szerettem volna betenni erről egy másik képet is, ahol távolról látszik a tábla, olyan, mintha zöldülne az egész, a barna foltok, ahogy láttatok, aztán utána közelről gyakorlatilag fejmagasságból 2 méterről lefényképezve látszik, hogy egyrészt nem is zöldül, másrészt elég sok gyomnövény megtalálható benne, tehát nem sikerült jól ennek a takarónéni állománynak a létesítése, valószínűleg vagy a vetésidővel, vagy a keverékkel volt egy probléma, sajnos, vagy nem megfelelő talajállapot volt előtte, de ez abszolút ez például egy rosszul sikerült gyománynyomó takarónövényre sajnos kiváló példa. A vetőmagoknál érdemes követnünk azt, hogy a pohánka magjából mindig frisset használunk, tehát ott abban a szezonbeli magot használjuk, az biztosítja a legjobb minőséget. A szudáni fű, a cirok, köles, borsófélék vetőmagjai, hogyha megfelelően tároljuk őket, akkor 2-3 évig használhatóak, azok elállnak. A bükköny és herefélék magjai, hogy ezek kemény magokról van szó, ezek a talajban is 5 évig megérzik a csírázásukat, tehát ezek szintén ideális körülmények között tárolva a raktárunkban, vagy a fészerben is elállnak ennyi ideig. A vetés dátuma és módja, az ugye nagyon figyelünk arra, hogy megfelelő legyen a vetés módja a főnövényünknél, legalább ennyire figyeljünk arra, hogy a takarónövénynél is megfelelő lesz, hiszen egy rosszul létesített takarónövény állomány nem csak a takarónövény állomány előnyeit nullázza le, hanem lehet, hogy a következő főnövényünknek is több kárt okoz, mint hasznot. Ugye itt, amire figyelnünk kell, az, hogy a vetés mélységet jól állítsuk be, a magnormát jól válasszuk meg, az alkalmazott vetésmód legyen megfelelő az adott növényhez vagy növénykeverékhez, tehát például vannak növények, amelyek a szórvetést abszolút nem bírják. Tehát például a nagymagú növények ne kerüljenek a talaj felszínére, mert nem fognak tudni rendesen csírázni. Választunk olyan talajművelő és vetőgépet, amely lehetőleg egy vagy két menetben el tudja ezt végezni. Itt például ugye egy talajkondicionáló gép látható, amelyre fel van szerelve egy vetőmagtartály. Itt akár, hogyha megoldható és a munkagépre van hengere, vagy ha van hengere és tárcsa is, bocsánat, ha van tárcsa és henger is rajta, akkor azt is meg lehet oldani, hogy a nagy magva a keverékből a tárcsa elé kerülnek, hiszen azokat mélyebbre kell kicsit forgatnunk, azok akár a 5-6 centit is kibírják, míg az apró magok elég, hogyha a henger elé mennek, hiszen azoknak a henger által felhordott pár milliméternyi talajréteg is bőven elég lesz a kelésükhöz. Volt rá sajnos példa idejében, volt olyan ügyfelünk, akinél mondjuk tárcsázással lett a műtrágya szóróval lett elszórva, a szórásnép az rendben volt, tehát a tárcsázás után a 10 cm mélyre lehúzta az egész állományt. Gyakorlatilag annyi történt, hogy a nagy magvúak, a szudáni fű például ki tudott hajtani, míg az apró magvú növényekbe, mustárba, retekbe nem volt egész egyszerűen annyi tápanyag, hogy azok föl tudjanak törni a felszínre, tehát elindulnak valószínűleg, ugye a növénynek megvan ez az ösztöne, azonban utána valószínűleg fél után elhalnak, és nem lesz belőle normális takarónövény állományunk. Tehát itt ne figyeljünk arra, hogy ne legyen se túl sekélyre vetve, se túl mélyre vetve a takarónövény állományunk. Igazából egy nagyon divers keveréknél, ahol van apró magfrakció, illetve nagy magfrakció is, ott az egyezményes 2,5-3,5 cm mélység az tökéletes lehet. A magnormát azt a vetésmód is befolyásolja, tehát a szórvetésnél mi 1,25-ös szorzót használunk, tehát 125%-át használjuk a papíron megadott magnormának. Ha pedig súlyos gyom problémánk van, tehát nagyon-nagyon komoly gyomelnyomást kell alkalmaznunk, akkor a 150%-os magnorma is indokolt lehet. Természetesen az indokoltságot befolyásolja az is, hogy a pénztárca, illetve a felszerelés megbirkózik ezzel a dologgal. Ugyanúgy vegyük figyelembe a vetésnél, hogy az adott növénynek milyen igényei vannak, aszálytűrő, rövid nappalos, milyen hosszú tenyészidejű, mikori vetésidőt kínál. A klasszikus vetési dátumok ugye a repce gabona betakarítás után tarlóba történő vetés, ugye az augusztus második felében végén történő másodvetési állományok létesítése, mert vannak alternatív megoldások, így készül például az előadás elején mutatott kukorica sorköztakaró állomány, ez 3 herreféle, egy francia úriember veti bele éppen a front hidraulikára szerelt kis géppel, majd utána a sorközművelővel dolgozza el, egy kicsit húz rá egy kis
földet egy gyakorlatilag ugye a gyommentesítést is megoldja, és közben egy olyan elég szép takarónövény állományt létesít, ami a kukorica learatáson vagy betakarítása után még egy ilyen tarlótakaró csíkként is szerepel gyakorlatilag. A talaj ellátottságával, a talaj jellemző tulajdonságával is legyünk tisztában, amikor takarónövény állományt tervezünk. Az alacsony pH-jú talajokon használjunk olyanokat, amelyek tolerálják azt, például a bükkönyféléknél, a rozsnál, zabnál, pohánkánál ez nem lehet probléma. Ebben a táblázatban szépen látható, hogy milyen minimális és milyen maximális pH-t bírnak el az egyes takarónövény vagy takarónövény fajok. A lúgas talajokra a keresztes virágúak, illetve esetleg a sompkorról lehet javasolt. Hát, hogyha tápanyaggal gyengén ellátott talajunk van, akkor annak jó takarónövénye lehet a pohánka, a gyöngyköles, a tehénborsó, a szikikender, a bükkönyfélék, valamint a rozs. Erre mutatok egy példát, ez egy szikikender állomány, egy őszi búza kultúra után. Gyakorlatilag ez egy ilyen jó 1,60 magasra megnőtt, 15 kilós magnormával volt vetve, egy kicsit lehetett volna sűrűbb talán, tehát egy 17-18 kilót elviselt volna, mert látható, hogy ahogy én itt állok benne, nem tökéletes a talajtakarás, vannak azért szabad foltok, ahogy nézem, van egy kis árvakevés is benne, de mindenképpen egy nulla tápanyaggal, tehát gyakorlatilag az őszi búza után ott maradt tápanyagon élősködve, illetve a nitrogént kötve jött fel ez a növény, és nőtt meg egy korára. Ugyanakkor vannak falánkabb növényeink is, amelyeknek a biztosítanunk kell azt, hogy meglegyen hozzá megfelelő tápanyag ellátottság. Ilyen például egy dálkonretek, ami eléggé szenved ezen a tápanyag szegény talán, látszik, hogy valamennyire megnőtt, aztán utána elkezdett sárgulni, mert valószínűleg nem volt megfelelő a nitrogén ellátottság. Tehát, hogyha tudjuk, hogy például a talajunknak a nitrogén szolgáltató képessége gyenge, vagy nagyon-nagyon jó termést hoztunk le a főnövényből, amely valószínűleg az összes kiadott nitrogénünket, vagy rendelkezésre a nitrogénünket elhasználta, akkor érdemes lehet mondjuk még beletervezni a büdzsébe egy 20-30 kg nitrogén hatóanyagot a takarónövény előtt, abban az esetben, hogyha mondjuk nem egy nitrogén kötött, tehát pillangós növényt nem teszünk a keverékbe. Itt ugye csak egy dalkonretek lett kivetve, itt látszik, hogy itt valószínűleg jó termés is volt előtte, vagy a talaj, vagy esetleg a talaj gyenge hozzá, de a növény nem tud egész egyszerűen teljesen nem tud kiteljesedni. Bármilyen utánpótlást is végzünk, arra figyeljünk, hogy amikor akár komposztot adunk ki, akár műtrágyát, akár szerves trágyát viszünk be a talajba, mind az input kiválasztásánál, mind a bedolgozásánál törekedjünk arra, hogy ne a gyomnövényt etessük, hanem a takarónövényünk tudja felvenni azokat a tápanyagokat. Az előbb említett terminálás, amely a kiemelt fontosságú a gyomszabályozás szempontjából. Itt mind az időpont, mind pedig a módszer megválasztása a kardinális kérdés. Alapszabály, hogyha a vetésforgónk engedi, akkor lehetőleg hagyjuk minél tovább fejlődni a köztes növényt, hiszen ekkor biztosítja a leghosszabb időn keresztül a gyomnamást, ekkor érik el a maximális biomassza tömegüket, ekkorra kötik meg a legtöbb nitrogént, illetve ebben az esetben lesz a legjobb a szén-nitrogén arány. Ez ugye a fűfélékes kalászosok esetén a kalászhányás pillangósoknál, széles leveleknél a virágzás kezdeti időszakát jelenti. Természetesen arra ügyeljünk, hogyha nem akarunk éves, tehát újrahajtó köztes növény állományt fenntartani, akkor még maghozás előtt termináljuk ezt a mixet. Képen látható, éppen egy rozs, illetve egy szöszös bükköny látható, ez már eléggé terminálásra megérett állományt, tehát már szép magas, megfelelő biomassza tömege van, és itt már fizikai, tehát mechanikai módszerekkel ezt már szépen le lehet majd zúzni. Steve Mursky nevű úriembernek van egy elég kiváló kutatása arról, hogy mit jelent hogyan tudunk gyakorlatilag ide-oda, úgymond ilyen csiki-csuki módon sakkozni azzal, hogy a vetési idő és a terminálási idő megfelelő legyen, tehát ősszel megfelelő időben elvessük tavasszal pedig.
Szeretném kérdezni, hogy lehet-e ismét hallani, nem tudom mi volt hirtelen a probléma, de az egész rendszer kiléptetett a szoftverből, úgyhogy szeretnék visszacsatlakozni. Megvan, megvan minden. Nagyon jó, szuper, köszönöm szépen. Bocsánat, van, tudom, nem csinált még abszolút ilyet. Úgyhogy ott tartottunk, tehát, hogy ennek a Steve Mursky nevű úriembernek, ugye ez a rozsos kísérlete azt mutatja be, hogy egy augusztus 20, vagy április 1-én készült minden fotó. Itt látható, hogy egy augusztus 25-én vetett, így néz ki április 1-én, majd utána ugye szépen 2 héttel, vagy pontosan 10-10 napokkal tolt el a vetés idejét folyamatosan. Látszik, hogy az október 15-én vetett takarónövény, vagy pontosan rozsállomány gyakorlatilag már minimális takarás biztosított, éppen hogy a sorokban fel tudott jönni. Az október 5-i, szeptember 25-i is, hagyni még kimenni volt, és szeptember 15-i augusztusi, szeptember 15 előtti vetések azok, amik megfelelő talajtakarást biztosítanak. Ez a Steve Mursky ebből arra következtetett, hogy gyakorlatilag tavasszal, vagy pontosabban az ősszel télen egy hónappal hamarabb történő vetés, tavasszal egy héttel hamarabbi terminálást tesz lehetővé. Tehát ez az a gyakorlatilag az átváltási rendszer, hogy egy hónap télen, vagy egy hónap ősszel az egyenlő egy hét tavasszal. Tehát egy hónap ősszel egyenlő egy hét tavasszal, ami azt jelenti, hogyha augusztusban vagy akár tehát itt meg tudunk engedni egy hónappal hamarabbi vetést, akkor inkább tegyük meg azt, és akkor valószínűleg nem kell majd a terminálással, az áttelelő takarónövény mix elpusztításával sakkoznunk a tavaszi időszakban, tehát nem fogunk belecsúszni abba, hogy nem tudjuk egész egyszerűen időben terminálni, vagy időben termináljuk, de nem lesz akkor még megfelelő az állomány, és nem aratjuk le minden előnyét. Tehát lehet, hogyha ősszel több időnk van, és már úgyis haszonnövény nélkül áll az a terület, tehát főnövényünk már lekerült róla, és el tudjuk vetni, akkor inkább vessük el, és legyen ősszel hat fejlődjön egy kicsit jobban, aztán utána nyilván áttelel, és tavasszal tudjon utána tovább fejlődni, mint az, hogy tavasszal belecsúszunk abba, hogy mindenképpen várakoznunk kell még arra, hogy a takarónövény elérjen egy bizonyos fejlettséget. Mert lehet, hogy ott mi ősszel egy hónappal hamarabb elvetjük, az lehet, hogy megspórolnak egy hetet utána a tavaszi terminálisban és így a főnövény vetésében. Még az előző adásban volt szó, melyik takarónövényfaj mivel terminálható. Szépen látszik, hogy ugye hol számíthatunk kifagyásra, hol kell hengereznünk. Nem tudom, a bíbor helyénél szerintem én hagytam rosszul benne, tehát ott a kifagyásot nem feltétlenül az enyhébb teleknek az meg tud maradni. Hengerezésnél százúzás, leforgatást hol tudunk használni, egy elég jó áttekintő táblázat, illetve az, hogyha mindenképpen kémiai úton kell beavatkoznunk, akkor melyek azok a szerek, amikre azok érzékenyek, és hogyan kell azokat kombinálnunk. Összefoglalásképpen az egész előadásban azt tartom fontosnak kiemelni, hogy a tallóknak a gyommentesen tartása, valamint hogy a sorközökben történő gyomelnyomás legyen szó, akár egy széles sortávú szántóföldi növényről, de ahogy láttuk, búzában is meg lehet oldani, vagy legyen szó, akár egy szőlőültetvényről, fűszernövény ültetvényről. Ez a gyomelnyomás, gyomszabályozás a takarónövény keverékének az egyik leggyorsabban megtapasztalható előnye. Tehát erre azt tudjuk mondani, hogy még mondjuk egy humusztartalom növelés, ez egy fokozatos 5-6, de akár 7-8 éves projekt is lehet, addig egy gyakorlatilag 2-3 év alatt azt mondom, hogy intenzív, vagy inkább úgy mondom, hogy folyamatosan alkalmazott takarónövény állománya, és egy jól alkalmazott technológiával gyakorlatilag fillérekre lehet csökkenteni az egyes szántóföldi kultúráknak, például a kukoricának, napraforgónak a kémiai gyomszabályozási költségeit. Ehhez az kell, hogy megfelelően összeállított és elvetett keverékeink legyenek, valamint az, hogy az egészet rendszerben gondolkodjunk, tehát melyik takarónövényfaj, mely gyomok ellen lesz használható, hogyan történik a talajművelés, hogyan történik a vetés, mikor és milyen módon valósítható meg a terminálás, tehát ez csak ezekkel a rend, tehát az, hogy megtaláltunk egy jó fajzat, találtunk egy jó keveréket, az még nem jelenti azt, hogy győztünk. Egyrészt ezeknek a perzisztens használata, tehát az, hogy igenis ragaszkodjunk ahhoz, hogy takarónövény keveréket használunk az őszi kalászosok után, vagy takarónövény keveréket használunk már akár valaki a repce után is képes erre, holott ugye azért a nagyon gyakori még az, hogy a repce után a búzát vetünk, hiszen az a búzának nagyon jó előveteménye, de volt már olyan ügyfelünk, aki azt mondta, hogy nem repce után, és majd valami tavaszi fog jönni, és ő addig azt az időt, ami a repcének a betakarításától a tavaszi haszonnövény vetéséig fennáll, ő azt talajépítésre, illetve takarónövényezésre fogja használni. Úgyhogy ennyi szükséges, vagy ez szükséges ahhoz, hogy az évelő gyomokat kordában tartsuk a takarónövényekkel. Ahogy mondtam,
Szeretnénk összerakni egy eladást arról, hogy az évelőket is, tehát nem az egyéveseket, hanem hogy az évelő gyomokat is tudjuk szabályozni. Ez valamikor remélhetően március folyamán meg is fog valósulni. Most pedig, akinek bármilyen kérdése maradt az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy volt olyan kérdés, amit feltett regisztrációkor, és én voltam olyan galát, hogy nem válaszoltam meg, akkor azt legyenek kedvesek nyugodtan beírni. Van most 5 perc szünet, addig a mikrofont kikapcsolom, viszont itt leszek, figyelek, és utána a másik 10-15 percben igyekszem megválaszolni minél többet azok közül. Köszönöm, jövök vissza hamarosan.
Köszönöm szépen a beérkezett kérdéseket, igyekszem mindenre válaszolni, bár most látom már hirtelen, hogy nincs mindre válasz. Attila kérdezte, hogy nálad ellen mit lehet tenni? Nálad ez egy nagyon fogós kérdés ebből a szempontból, illetve pláne az, hogy a magas talajvízszint van, tehát mindenképpen egy olyan növény kellene, ami ezeket jól tolerálja. Az hirtelen, ami mindennek megfelel, nem jut eszembe, de ígérem, meg fogom nézni, felírtam a kérdést magamnak, és igyekszem, megvan az e-mail címe, illetve amikor kiküldöm a videót, akkor igyekszem ezekre válaszolni. Zita kérdezi, hogy a takarónövény, amit lehet vetni répánál, kicsinek tűnik hirtelen az a 12 centis sor köz, tehát úgy, hogy ne is takarja be őket, és legyen is idejük fejlődni. Inkább a zöldségeknél én azt szoktam látni, hogy ha meg lehet oldani, akkor közbevetni valamit. Tehát nem a sor közbevetni, hanem magát a növények között fennálló időszakot kitölteni, ha lehetséges. Pláne ugye például egy olyan növényel, ami képes utána a nematódákat, a fonálférgeket ritkítani vagy elűzni. Ja, a szikikender képes erre, vagy ugye például a mustár, tehát itt lehet érdemes ezzel kísérletezni. Amíg kérdezte egyébként, megnéztem gyorsan, hátra találok erre példát. Van rá példa, amikor közé vetettek szöszös bükköny, de a szöszös bükköny az annyira elnyomta az egészet, hogy nem volt használható. Tehát voltak ezzel próbálkozások, hogy valamilyen nitrogénkötő jól fejlődő, de közben mégis ilyen alacsony, kezdeti időszakban alacsonyabban növő növényt betegyenek, de sajnos nem jött össze tökéletesen, úgyhogy erre azt mondom, hogy itt a sorközöket nem biztos, hogy vagy legalábbis az én tudásom szerint meg lehet oldani, aztán hogyha valamivel találkozom, természetesen azonnal szólok, hogy mi az, ami ezen a kis területen el tud fejlődni eredményes, és az biztos, hogy ha a vetésforgóba be tud iktatni néhány olyan növényt, ami nem a tocid vagy nem a nematosztatikus hatás, mint az említett szikikender, vagy akár a mustárfélék, akkor az a ugye két legyet egy csapásra, mert valamennyire a gyomokat is el tudja nyomni a két növény között, valamint a fonálférgeket is vissza tudja vetni, ha ez problémát jelent. Napraforgóban István kérdésére takarónövényt lehet-e használni? Én amit láttam, hogy nem Magyarországon, sajnos külföldön alkalmaztak viszonylagos sikerre, az mikor legalább négy leveles állapota volt a napraforgónak, vagy inkább már öt, és akkor szöszös bükkönyt vetettek közé, az egy jó megoldás volt, de az elején ugye már Andrew úr feltette a kérdést, hogy mennyire lehet mondjuk napraforgót lucerna után vetni. A napraforgónak megvan az a tulajdonsága, hogy a túl sok rendelkező, tehát túlságosan komoly nitrogén fixálás után hajlamos lesz valamennyire a gombás betegségekre, úgyhogy erre figyelni kell, de ez a szöszös bükköny négy leveles állapotban bevetve a napraforgóba, ebből úgy láttam, hogy ez egy működő megoldás volt. Mondom, nem sajnos nem itthon, hanem külföldön. Kálmán Zoltán kérdésére a kukoricában pillangóst vetni, ami elnyomja a parlagfüvet. A kukoricában úgy abszolút ezek az árnyéktoleráns herefélék a javasoltak, de volt próba dajkonretekkel, volt próba zabbal is, azok is egészen jól fejlődnek. Lehet, hogy érdemesebb inkább mondjuk azokból, hogy egy ilyen keveréket összeállítani, amiben ezek is benne vannak, mert a parlagfű fejlődési üteméhez sajnos a herefélék azok kevesek lesznek, hogy azok az elnyomást meg tudják majd ejteni. Gergely kérdés a spenótról, mint takarónövényről, ez egy nagyon jó kérdés, erről nekem abszolút nincs információm, elővetemény minőségét ismerem, de az, hogy takarónövényként alkalmazták volna, szintén egy noteszbe felirandó kérdés, Gergely, köszönöm szépen, utána fogok nézni. Borbála, magának a technológiának az alkalmazása az abszolút nem üzemmérethez kötött. Nyilván vannak eszközök, amiket mondjuk egyszerűbb, gyorsabb megoldani egy munkagéppel, vagy bármi hasonló dologgal, mint mondjuk kézzel vagy kézi kapálással, de elég könnyen meg lehet ezeket is valósítani. Kökény Attila szokott egyrészt a talajmegújító mezőgazdaság oldalon közé tenni ilyen előadáspontokat, az ő előadásain kifejezetten sok szó szokott esni a kiskerti termesztésről és ezeknek a technológiáknak a kertben való alkalmazásáról, tehát hogyan lehet ezt a minimális talajművelést a takarónövényekkel összekötni. Ezért ajánlom őt felkeresni erre, mert ő műveli szántóföldön is, és ő műveli kiskertben is ezeket a dolgokat, úgyhogy valószínűleg jobb rálátása van mindeket, nekem csak a szántóföldi oldalon, meg nagy részt a dolgoknak. Úgyhogy ezért szeretném, hogyha vele lehet erről konzultálni, elég jó tapasztalata van, tehát ő is azt fogja mondani, hogy igen, ezek működnek, természetesen más megoldásokkal, meg másképp. A haszonnövény csírázása után vetendő az allopátia, vagy előtte, a vetendő a takarónövény, akkor, hogyha, tehát ugye alapvetően arra készülünk, hogy mindig két takarónövény, mindig két haszonnövény között használunk. Hogyha mindenképpen sor közben szeretnénk vetni, akkor vagy tehát a takarónövényel együtt szeretnénk fejleszteni, akkor ugye felmerül, akkor ugye figyelnünk rá arra a kérdés, hogy a takarónövény mennyire érzékeny arra, mennyire tud mondjuk csírázni, mert nem csak az allopátia kérdése merül itt föl, hanem fölmerül majd az a kérdés is,
hogy mennyi, hogy fölmerül az a kérdés is, hogy mennyire tud a növény maga kicsirázni akkor, hogyha nem tökéletesen tiszta neki a felszín. Úgyhogy itt igazából ez az egyik, ami meghatározó, hogy a növénynek mennyire van szüksége tiszta csírázásra, és utána az allopátia pedig nyilvánvalóan a következő kérdés, de tehát egyértelmű, hogy vannak olyan növények, amiknek a sor közbe vetése az a erősebb allopatikus hatás miatt abszolút nem javasolt, mert lehet, hogy a növény nagyobb korában sem bírja ki. Úgyhogy ahol ilyennel lehet számolni. Katalina, a férjek által fertőzött területek hasznosításáról még egyelőre nem terveztünk előadást, de köszönöm szépen a javaslatot, és akkor utána majd beletesszük. Lajos, ami van, tapasztalat, nem azt mondom, hogy búza félével, de az, hogy folyamatosan 6 éven keresztül fűféléket vetnek utána, megfelelő heremona vagy nitrogén kötő növényekkel párosítva, arra nekem egy amerikai ismerőstől van tapasztalatom, itthon ezt nem nagyon mert senki megpróbálni, de 6 éven, ott volt egy év, vagy azt hiszem, hogy ott egy lucerna után sikerült belevágni, de vagy valami mindenképpen valamilyen hosszabb időn keresztül termesztett nitrogén kötő növény vagy növények után sikerült belevágni abba, hogy 6 éven keresztül csak valamilyen fűféléket, perjeféléket és egyebeket termesztett az úriember. Azt mondta, hogy az 5.-6. évben sem látott jelentős csökkenést, de ennek a gyakorlatát meg kell tőle kérdeznem, hogy ez teljesen pontos legyen. De van, tehát volt olyan őrült, aki ezt kipróbálta és működött neki. A vízszegény homoktalajok javítására, András, mindenképpen jó lehet valamilyen kisebb vízfelhasználású növényt előszedni. Volt erre nekem egy kedvenc táblázatom, amit mindig elő tudtam szedni erre, hogy melyek azok, amelyek a legjobb vízfelhasználásuk van. Adjon egy fél pillanatot, és elő fogom keríteni a gépemet, mert abból nagyon jól látszik, hogy mik azok, amik működnek. Borbála Attilán a Facebookon tud rákeresni, talajmegújító mezőgazdaság címen futtat egy oldalt, ahol meg tudja találni a dolgait, tehát az agroinform.hu fórumon néha-néha válaszolgat, de ott lehet szerintem a legegyszerűbb őt előkeríteni a Facebook oldalán keresztül. A tök köré pedig jó lehet, volt még gyorsan egy kérdés, ugye tök közé nagyon jó, hogyha köztes növényről ment a kérdés a Szabó Sándor úrtól, akkor a tökre, vagy tök közé igazából a földben termőhere, illetve a bíborhere lehet egy jó megoldás. Azt tudom melegen ajánlani, illetve javasolni rá. Vízszegény homoktalajokra visszatérve a kérdés, előkerült hirtelen a táblázat, azt mondja, hogy igazából egyes borsóféléknek, a réti és a fehérherének, illetve bizonyos kölesféléknek van olyan mérsékelt vízfelhasználása, amik ide működőképesek lehetnek, és itt lehet ezeken használni. Lesz az idei évben szerintem többféle kísérletünk is arra, ezeket a gyenge homoktalajokat, például ezeket a klasszikusan nyírségi homoktalajokat, mivel lehet majd javítani, úgyhogy erről majd nagyon szívesen beszámolok, hogyha valószínűleg ilyen február-március környékére, vagy vége március környékére meg lesznek erre a kísérleti terveink, hogy ott mivel szeretnénk próbálkozni, mik azok, amik be fognak valószínűleg válni. Bármilyen további kérdésük van, akkor egyrészt ezen az itt látható e-mail címen, weboldalon, illetve itteni telefonszámon keresztül lehet elérni minket, te keressenek nyugodtan, hogyha bármilyen olyan más kérdésük van. Istvánnak nagyon jó a kérdése, nagyon jó a kérdés arra, hogy magyar nyelvű szakirodalom van-e, folyamatban van, készül éppen egy francia könyvnek, ami ugye valamennyire a mi termesztés technológiánkat, illetve éghajlatunkat úgy, ahogy azt mondom, lefedi. Ez volt a legközelebbi, amit találtunk, ennek a fordítása készül, ez valószínűleg kiadásra érett állapotban, ilyen május közepén végén lesz. Az lesz egy ilyen komplett másodvetés, útmutató gyakorlatokkal mindennel együtt. Nagyon szeretnénk azt kihozni még időben, hogy már gyakorlatilag a
nyári szezonban, nyári takarónyi a szezonban annak a tudását lehessen alkalmazni. Mást én még nem nagyon ismerek. Van egy alternatív növények hasznosítása vagy termesztése az Észak-Alföldön című Debrecen Egyetemes kiadvány. Ezt PDF formában megtalálják fent az interneten. Ez viszont igazából csak az adott növényeknek a termesztési előnyei, termesztés technológiáját írja le, mint főnövényt, nem mint sajnos, mint takarónyit, vagy mint másodvetést. Úgyhogy egyelőre mi is az itthoni tapasztalatokból, angol, német, francia nyelvi irodalmakból táplálkozunk, és remélhetően mondom, ez lesz az első olyan könyv, ami el tud készülni ebben a témában. Bármilyen más kérdésük van, még nyugodtan 5-10 percig még én is itt vagyok, úgyhogy van ne, hogy bármiben, ha viszont nincsen, akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmet majd, és nagyon remélem, hogy hasznos információkkal gazdagodtak. Az egész előadás így, ahogy fel volt véve, elérhető lesz jövő hétfőn vagy kedden a YouTube-on, illetve a résztvevőknek természetesen e-mailben kiküldjük a linket, úgyhogy bármikor vissza lehet majd nézni. Utána kérdés merül föl keverékekkel, terminálással, termesztés technológiával, fajválasztással, bármivel kapcsolatban, keressenek nyugodtan, igyekszünk mindenben segíteni. Köszönöm szépen én is, hogy ennyien eljöttek és megtiszteltek, végighallgattak a kérdéseket, amiket itt feltettek, illetve amiket regisztrációkor feltettem, azokat nagyon köszönöm, és remélem, hogy mindenki sikeresen fogja tudni ezeket alkalmazni szántóföldön, illetve kiskertben vagy ültetvényben egyaránt.